Nemrég nyílt meg a Vremir Mircea életművét bemutató gyűjteményes kiállítás Kolozsváron, mégpedig két helyszínen. A művész festészeti alkotásainak a javát a Művészeti Múzeumban láthatja a közönség, a grafikáit és faragványait pedig a Quadro Galériában lehet megtekinteni. Mi ezt az utóbbi anyagot mutatjuk most be önöknek, Székely Sebestyén György művészettörténész segítségével. Mit kell tudjunk erről az alkotóról? Mircea Vremir is akárcsak a generációjának a nagy része olyan művész, aki még felfedezésre vár. Tehát most két helyszínes kiállításnak az egyik reakció az volt, hogy az emberek miután megnézték a festményeket a múzeumban, elcsodálkoztak itt, hogy ilyen grafikákat nem is láttunk, pedig kortársakról van szó, tehát festő kollégái mondták ezt, hogy elcsodálkoztak a zsírkréta vagy a guás munkák láttán. A mi kiállításunknak ez is a szerepe, hogy felhívjuk a figyelmet az életműnek a kevésbé ismert részére, amely bizonyos értelemben az újítóbb, a modernebb része is az életműnek, amely abban az időben, tehát a 60-as, 70-es években a megyei tárlatokon vagy egyéni kiállításokon nem kapott akkora súlyt vagy nyilvánosságot, mint ahogy most ezen a kiállításon megtörténik. Igen, és hát ahogy olvastam Vremirről, neki ezek a grafikák, ezek a vázlatok, ezek olyan előtanulmányként is szerepeltek sokszor a festményeihez. Valóban a festményein megjelennek ugyanazok a motivumok, ugyanazok a kompozíciók, amelyeket itt a grafikákon láthatunk. Azonban nem nevezném ezeket előtanulmányoknak vagy vázlatoknak, ezeket a grafikákat. Még az egyszerű szénrajz vagy grafit vagy diófapác gyors vázlatok esetében se mondanám azt, hogy ezek a festményekhez készültek, ugyanis annyira érezhető, hogy ezek kész, teljes, kerek művek, amelyben a természeti élmény és a művészeti eszközök találkozása teljes, tehát nem igényel folytatást. Igen, viszont bizonyos természeti helyszíneken, ugye, legkönnyebben ezeket készítette el, és aztán utána a műteremben tovább fejlesztett egy-egy témát. Igen, hát az olajfestmény valóban tehát a kompozíciót, a képnek a gondolatiságát fejlesztette tovább, és ott már azt mondhatnánk, hogy a természeti élmény rovására, tehát hogy az eredeti megélés és érzelmi telítettség, amely ezekben a képekben megvan, talán az olajfestményekben nincs meg, illetve nem azt kereste azokban. Itt a kiállításon a legérdekesebbek, vagy legerőteljesebbek a zsírkréta művek, ugyanis ezeknek a kinézése olyan, mintha olajfestményekről lenne szó, azonban a munkamódszer az más, mint az olajfestmény esetében, ugyanis a zsírkrétával is ugyanúgy kell dolgozni, mint egy ceruzával vagy egy szénnel, csak sokkal nagyobb erőfeszítést igényel. És éppen emiatt a fizikai erőfeszítés miatt sokkal nagyobb feszültség érezhető ezekben a képekben, mint mondjuk az olajfestményekben. Most akkor elmondanám azt, hogy ez a kiállítás ez teljesen spontánul jött létre. Tehát a művész özvegyével találkoztam kb. Egy hónappal vagy három héttel a Művészeti Múzeumban megnyitandó gyűjteményes kiállítás előtt, és kérdeztem, hogy ott mik lesznek kiállítva, mondta, hogy hát ott most a festészeti anyag, és kérdezte, hogy mikor rendezünk nálunk egy grafikai kiállítást. És én mondtam, hogy akkor rendezünk, amikor kiállítjuk a faragványokat is, ugyanis ezek a faragványok is az életműnek az organikus részei, és nagyon jól rávilágítanak Mircea Vremirnek arra a törekvésére, hogy a művészet szigorú műfajai közül valahogy kitörjön.
Ez egy általános jelenség volt a 60-as években, és kimondottan az avantgárdnak a sajátossága volt az, hogy kitörjön a művészeti műfajok kereteiből, és nem konvencionális eszközökkel hozzanak létre műalkotásokat. Ezt nem lehet Mircea Vremyről elmondani, tehát ő nem egy neoavantgárd művész, azonban ez az igény, hogy az akadémiai oktatásból megtanult, elsajátított és annak a szabályait betartó festészet keretei közül kitörjön, azt ezekben a grafikákban és faragványokban észlelhetjük. Tehát Mircea Vremyre egy nagyon kreatív és egy nagyon nagy kézügyességgel rendelkező ember volt, akinél ezt láthatjuk, hogy mi a kirándulásai során is ugye ezek a faragványok, ezek főleg a Duna-deltában jöttek létre, ahogy a plakáton is ez a nagyon szuggesztív kép látható, hogy ő a Duna előtt és róla lognak le ezek a faragványok. Tehát ezek valamennyire a népművészethez is kapcsolódnak, ugyanakkor az afrikai, az úgynevezett primitív törzsi művészetből is bőven ihletődnek. Tehát, hogyha szigorúan szobrászati szempontból néznénk ezeket a műveket, azt mondhatnánk, hogy nem elég eredetiek, ugyanis olyannyira láthatóak a népi és afrikai elemek, hogy nem mondhatjuk azt, hogy a művész saját világa. Másrészt viszont, hogyha úgy tekintünk rájuk, mint egy a keleti tömbben, a 60-as, 70-es években dolgozó művésznek a felszabadulási vágyának a kifejeződése, akkor ezek már sokkal, sokkal érthetőbbek, és az értékük is sokkal nyilvánvalóbb. Kiérezhető esetleg ezekből a tárgyakból némi brönkus hatás? Brönkus a 60-as években nagyon ott volt a román művészetben, mint modell. És ez a modell ez egy kicsit el is volt ferdítve, olyan értelemben, hogy a Brünkös értelmezés a 60-as években Romániában nem föltétlenül azt jelentette, hogy a modern és absztrakt művészet, hanem Brünkös modern művészetének a népi, ősi és népi elemeinek a hangsúlyozása. Tehát nagyon sokan a Brünkust így fogták fel a 60-as években, és ezt emelték át. És mindenképpen ennek is egy megtermékenyítő hatása volt a romániai művészet számára. Mert a népművészetnek a felfedezése, úgymond a képzőművész szemével való felfedezése, ez hozzájárult ahhoz, hogy a művészek el tudjanak szakadni a szocialista realizmustól, illetve a realista figuratív ábrázolástól, és a képi gondolkodásnak más, absztraktabb formái felé közelítsenek. Ez látható Vremyrnél a faragványokban is, de a képeiben is látható, ahol ugyan mindenhol megőrzi a figuratív ábrázolást, törekszik egyfajta geometriai stilizálásra, ami természetesen hogy kapcsolatban áll a népművészettel. Mit kell még tudjunk erről az itteni anyagról? Mekkora részét teszi ki az életműnek? Tehát a zsírkréta az egy elég nagy sorozat, hát nem tudom, egy nagyobb tömb létezik ezekből a zsírkréta művekből, de az érdekességük az, hogy a művész csak vagy két évig dolgozott, tehát nem egy a 60-as évek legvégén, tehát ezek konkrétan datálhatóak, ezek a művek 68 és 69-ben készített zsírkrétákat, azután úgy látszik, hogy teljesen leállt ezzel. Az életműnek, tehát ezek a művek, ezek a családtól származnak. A művész özvegyének az érdeme az, hogy ezek a művek egy helyen megvannak, és ilyen így kiállíthatjuk. Ugyanis sok esetben az van, hogy egy-egy művésznek az életműve teljesen vagy elfelejtődött, vagy pedig elkallódott. Ez sajnos nagyon nagy probléma, ugyanis
Ez hozzájárul ahhoz, hogy továbbra is eléggé elferdítve ismerjük a romániai művészetet. Ugyanis az 50-es, 60-as években az állam által megvásárolt művek alapján ismerjük sok esetben, és ha azokat a Vremir műveket nézzük, amelyeket az állam megvásárolt, azok sokkal klasszikusabbak, sokkal mérsékeltebbek, sokkal visszafogottabbak, mint az itt látható művek, amelyeket hál' Istennek ki tudtunk állítani. Ugyancsak ilyen ritkasság az, hogy a művész által készített bárka, az is megvan a család tulajdonában, és ezt is itt kiállíthattuk. Ezt a bárkát nem műalkotásként kezeljük, de ugyanakkor ez is kapcsolódik ahhoz a fajta gondolkodáshoz és vágyhoz, hogy a művész kitörjön valamennyire a művészet és a társadalomnak a nagyon szoros szabályai közül. A kiállítás egyik fontos részét a guások képezik. Ezeket a munkákat, ezeket tényleg a természetben, tehát a motivum előtt készítette. Egyeseket a Duna-deltában, másokat Csíkban, ahova a felesége való is, ahova nyaranta gyakran jártak nyaralni, ez az a malom, ahol megszálltak. Tehát, hogyha ezeket a képeket nézzük, meglepően frissek és erőteljesek, egyáltalán az erdélyi tájfestészet keretében ezek nagyon egyedülálló alkotások, ugyanis ragaszkodnak egyrészt a természeti motivumhoz, másrészt viszont a vizuális nyelvezet annyira felszabadult és annyira dinamikus, hogy ezt elég kevés művésznél láthatjuk, de abszolút felismerhető, hogy Vremir munkákról van szó, tehát ez a nagyon széles ecsetvonás, ez a mondjuk úgy, hogy Vremirnek a védjegye. A bárkát az alumínium elemekkel együtt is maga a művész készítette, illetve ezeket a faragványokat is, tehát ez az árboc tartó volt, ott pedig a hajórának a dísze, azokat is a művész alkotta. Rendszeresen és nagyon gyakran járta a Duna-deltában, tehát ott érezte valószínűleg a leginkább elemében magát, és a művészetében is a Duna-delta világa, tehát a természet, az ottani halászok, munkások, a kikötők, ezek azok a motivumok, amelyekből a művészete táplálkozott. És ott ugye létfontosságú a csónak, a bárka. Igen. Igen, és ez így most a kiállításban úgy is helyeztük be, hogy valahogy a csónak az ember és természet közötti összhangnak a szimbóluma, ugye. Tehát, hogy a csónak az, amelyik összeolvasztja ezt a kettőt. Az ember benne van a természetben, a természet része a csónak által. Ezen a falon egy ilyen kisebb portré falat hoztunk létre. Nagyon nehéz volt válogatni, tehát kb. Minden kép mögött négy olyan kép volt, amiről le kellett mondani, ugyanis nem szerettük volna azt, hogy agyon zsúfoljuk ezt a kiállítást, ugyanis ezek a képek nagyon, nagyon erőteljesek, és térre van szükségük, hogy érvényesüljenek. Ezek a zsírkréták az életműnek valószínűleg a legmodernebb és legerőteljesebb részét képezik. Persze, visszavezethetőek, tehát kapcsolatai vannak a német és a francia expresszionizmussal is, ezekben a nagyon erőteljes színekben, tehát azt mondhatjuk, hogy visszatekinthetünk akár Matisse vagy Rouault-nak a világára ezekben a portrékban. Ugyanakkor sikerült megragadni a 60-as, 70-es évek népi, falusi világát egy nagyon, nagyon hiteles és egyszerű módon. Anélkül, hogy túlságosan folklorisztikus elemeket használt volna, ugye ez az akkori művészetnek az egyik nagy csapdája volt, amelyikbe sokan bele is estek, hogy ilyen nagyon népies, folklorisztikussá váltak azok a képek, amelyekben a nép vagy a falu világát szerették volna bemutatni. Hát ezek a tusrajzok, ezek, amiket a leginkább tanulmánynak lehetne tekinteni, tehát
azok igazából. És ezek azok a motivumok, amelyek aztán felbukkannak a festményekben is, olyan dolgok, amik egy az egyben kompozíciós elemé válnak, tehát ezek a fűszfák alatt a bárkák, vagy a halászok, ezek eléggé visszaköszönnek aztán a festményekben is. A kanalak formája az, ami a népi, román népi művészetből ihletődik, ott ugyanis gyakori volt ezeknek a kanalaknak a nagyon díszes kidolgozása. Másrészt viszont ezek a maszk-szerű ábrázolások, vagy az ilyen jellegű totem-szerű ábrázolások, ezek inkább az afrikai művészethez köthetőek. Ezeket sok esetben Mircea Vremir tényleg használati tárgyként képzelte el, ez ugyanis a szilva ízkeverő kanál, tehát a színe onnan van, hogy ezt tényleg használták szilva ízkészítésre. Ami még érdekes ezekben, hogyha megnézzük a véső nyomokot ezeken a kanalakon, ugyanaz a idézőjelben széles ecsetvonás ismerhetjük fel bennük, ami a festményeire és a guásokra is érvényesek. Tehát gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy a festészetet nagyon, nagyon szobrászati szemmel közelítette meg, ugye nagyon, nagyon tömegszerűen vagy az ecsetet úgy használta, mintha véső lett volna. És ilyen szempontból ez a faragványok is nagyon szervesen kapcsolódnak a többi műfajhoz, amelyben Vremir dolgozott.